Szombaton és vasárnap reményeink szerint benépesül a Kossuth tér, hiszen immáron 6. alkalommal rendezik meg a Tirpák Fesztivált itt Nyíregyházán. Dr. Urik Attila Nyíregyháza alpolgármestere a vendégünk. Jó estét, szervusz Attila! Hát a 6 év alatt gondolom, hogy azért egy kis változáson átesett ez a fesztivál. Akkor egy picit kanyarodjunk vissza, vagy utazzunk vissza az időben. Egyáltalán mi volt az apropója annak, hogy egy ilyen fesztivált rendez Nyíregyháza városa? Először is köszöntöm a televízió nézőit. Ugye egy önkormányzat, azt gondolom, akkor jár el helyesen, és ennek a megyében, az országban számos példája van, hogyha keres valami olyan identitást magának, amely a hagyományait, vagy azt a terméket, amelyet nagyban termelnek azon a vidéken, azt megpróbálja népszerűsíteni, és úgy átadni azoknak a generációknak, vagy a résztvevőknek, akik ezekre eljönnek, ezekre a rendezvényekre, hogy az legyen valamilyen szinten értékteremtő is. Most ez volt az alapkoncepció, hogy kell valami, mert nem nagyon volt, ami a tirpáksággal, a Nyíregyháza múltjához köthető, ugyanis a tirpák konyha, a nyíregyházi tirpák népviselet az valamilyen szinten egyedülálló, néprajzilag sem hasonlítható más szlovák kisebbségekhez itt Magyarországon. Például az itteneknek a ruhája az teljesen eltér, mondjuk a Békés Csabaiak tirpák vagy szlovák viseletétől. Az ételük is különleges. Mert ugye Bodnár Zsuzsi, Dr. Bodnár Zsuzsanna ugye hosszú-hosszú éveken keresztül gyűjtötte és ki is adta, és már sokadik újranyomásban van meg a tirpák nemzeti, vagy a tirpák ételeknek az a gyűjteménye, amely bemutatja ezt a konyhát. Nyíregyházának nyilván szüksége van erre a múltra, hiszen a városnak a legutóbbi datálható fejlődése az újratelepítéstől származik. Nyilván kell hozzá nagyon sok minden, hogy ez megszerveződjön, és egyre jobban eltoródik nem csak a tirpák lét vagy konyha felé, hanem a magyar nemzeti konyha felé is ez a fesztivál. Igen, arra gondoltam, hogy csak csupán fesztivált akart volna a város, ugye hát gyakorlatilag Nyíregyházáról már elmondhatjuk, hogy a fesztiválok városa, hiszen ugye a Nyírségi Ősz, a Vidor Fesztivál, és egyébként a gasztronómiát tekintve, ugye a Múzeumfalu is rengeteg olyan rendezvénynek ad otthont, ahol lehet kóstolgatni, de valóban ugye a gyökereinket talán ezen a két napon lehet egy kicsit piedesztálni, emelni, vagy visszatekinteni, hiszen tényleg nagyon sokan valóban tirpák kokit Nyíregyházán, illetve a Bokortanyák környékén. Igen, és ugye figyelünk különösen két alkalommal a Városnap környékén erre, és itt a Tirpák Fesztiválon, ami most lesz majd a hétvégén, meg most kerül megrendezésre. Ugye több mint 60 féle étel lesz. Nagyon sok civil szervezet jön el ilyenkor, és főzi meg azt az ételt, ami vagy egészen tirpák, vagy van valami köze a tirpák kajához, ott semmihez nincsen, csak a magyar gasztronómiához, de finom. És viszonylagosan olcsón ugye jegyekért, 300 forintos jegyekért lehet venni. A maximum ugye 1200 forint, tehát lesznek olyan ételek, amik maximum ennyiért lehet megvenni, de 300 forinttól vannak ételek. Ugye ezt a fajta trendet mi követjük. Az, hogy közben a fesztivál jelleget olyan dolgokkal bővítjük, amelyek színpadi programokhoz kapcsolhatók, vagy éppen az utóbbi időben igen erős a testvérvárosi kapcsolatrendszerünk, hogy itt lesz most 5 testvérváros, és főznek is olyan ételeket, amelyek rájuk jellemzőek, tehát szatmárnémetiből jönnek, parci magyar ételekkel, Lengyelországból jönnek, a zsesóviak zsúreket fognak főzni, egy olyan levest, ami náluk a húsvéti ünnepnek a fő fogása lényegében, ami egyébként nagyon-nagyon finom. Milyen tápra, húsból készül? Az sonkából sonkalé, különböző fajta húsokkal, kovász alapon, tehát savanyú leves, van benne krumpli tojás és különböző erjesztett vagy megerjedt gabonafélék, és azt öntik fel, és azt adják, azt tálalják az ember elé. Ugye a savanyú levesek egyébként is egészségesek a gasztronómiában, mert pucolják az embert belülről, az érrendszerét, mindent. Ugye ez
Ez egy tipikusan olyan leves a lengyel gasztronómiában, amit húsvét után esznek. A húsvéti maradékból készítenek el a lengyelek. Nagyon-nagyon jó, ezt ki kell próbálni egyébként, mindenkinek ajánlom. Tehát a magyar nemzeti gasztronómiában, mondjuk a tirpák, ételek között lesz káposztás, törtpasszú leves, ami a tirpákoknak az egyik fő eledele volt. De nagyon sokféle étel lesz. Csak hogy ne sértsük meg a testvérvárosokat, ugye mondtad akkor Zsresovót, illetve Szatmárnémetit, és a maradék három. A maradék háromból a szatmárnémetiek ugye főznek egy tál ételt, azt nem tudom, hogy mit, de tájukra jellemzőt. A BSK bialaiak szintén jönnek, és ők egy pirogfélét fognak elkészíteni a legjobb tudomásom szerint, és Eperjes is jön egy olyan levesfélével, ami rájuk ott arra a sárosi vidékre jellemző, ez is vegyes, és ez is ilyen savanykás leves. Gyakorlatilag ilyen gulyás jellegűek lesznek, hát, ugye? Igen, úgy értem, igen. Hogy ilyen nem paprikás, sűrűbb levesek. De sűrűbb levesek. Igen, sűrűbb levesek, illetve jönni vagyok a Frankisból az a mesterszakács, aki tavaly megnyerte itt a második napnak az ételeiben a zsűri előtt a versenyt. Ő egy nagyon híres ilyen street foodos ember ott a Kárpáton túli ukrán területen. Ő jön nemzeti eredelekkel. De hát ugye ezt az ételrészt italrészsel is kipótoljuk, illetve műsorrészsel is. Ugye 22-én szombaton Irigy-Hónajmirigy lesz a fő műsorszámunk, a második nap Hamko-Ham, de a város minden évben kedveskedik úgy a városlakóknak, hogy valamit süttet a Sipkaival, akik nagyon-nagyon tehetségesek, mint tanár, mint diák utánpótlás területén, és ebben az évben 3000 darab almás kis fánkot vagy puffancsot rendeltünk tőlük. Nyilván az önkormányzat áll és fizet, és oszt ki ingyen az arra kíváncsi nyíregyháziaknak. Igen, fél tizenkettőkor, majd vasárnap. Ha már itt ugye említetted a versenyt, most is lesz egy kis bajnokság, vasárnap lesz a harmadik Bogrács és Grill bajnokság. Erre esetleg lehet még jelentkezni? Már nem. Már nem lehet, ugyanis nagyon szigorú szabályok vannak azért az ételfőzéssel kapcsolatban. Ezért van az, hogy a Magyar Gasztroszövetségnek a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezete itt áll mellettünk, aki az egészet étel szerint lekoordinálja, és itt van a nyírségi ész királyok is, akik ezt kezelik. Mert egyébként a magyar szabályok szerint azért nem főzhet bárki, bármit, bárhol, hanem azért itt nagyon komoly élelmiszerbiztonsági előírások vannak, amelyet mi így tudunk tartani, hogy olyan szakmai szervezetek vannak mögöttünk, akik ennek a biztonsági részét és az anyagi részét is kezelik, tehát lényegében nekik nagyon sokat köszönhet Nyíregyháza, meg az együtt dolgozásban is azért megvan ez a köszönet, hogy ők azok, akik ezt háttérben levezénylik. Nos, hát ugye akkor reméljük, hogy sok éhes száj és nyitott szív, és a programokra is éhes látogató érkezik majd 22-én, illetve 23-án Nyíregyházára. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen!